dinamikus vagy, sportos. Mennyire kell ez a szakmába egy divattervezőnek, hogy ezt a stílus képeselje? Nagyon fontos. Szerintem a mai világban, mint nő, már eleve fontos az, hogy karakánon fel tudjál lépni, és hogyha személyiség vagy, és hogyha egy alkotó tevékenységet folytatsz, akkor mindenképpen harcosként érvényesülni. A nézők nagyon szerették a ruha költeményeidet. Mesélnél nekünk erről? Mi ihletett? Igazából volt egy utazásom Indiába, és ott fogant meg ez az egész kép bennem, hogy egy színes, légies, nőies, különleges ruhaköltemény szeretnék színpadra állítani. Milyen anyagokkal dolgozol? Melyik az az anyag, ami a szívedhez közel áll, és miért? Amit kimondottan szeretek, és mivel szeretek dolgozni, hát igazából ugye minden tervező a finom kelmékkel szeret dolgozni. Hernyós helyen, muszlin, santung, düsesz. Volt olyan probléma a ruhakollekcióban, akár egy ruhával, ami nagyon nehezen tudtad elkészíteni, vagy problémás volt? Mesélnünk erről? Minden ruha egy kihívás, tehát szerintem a tervezőknek mindig az az álma, hogy úgy készíted, hogy vagy nagyon egyszerű és rafináltnak tűnjön, de valóban egyszerű elkészíteni, hogy minél bonyolultabb technológiákat tudjunk végrehajtani. Tehát ez erről szólt, hogy minél rafináltabbak legyünk. A zene is nagyon-nagyon-nagyon közel állt a ruhák bemutatójához. Ezt te szoktad kiválasztani, vagy van valaki, akit felkész erre? Éveken keresztül a barátnőmmel készítettük a zenéket, ez volt az első olyan divat bemutatóm, amikor nem ő segített ebbe. Távlati terveid jövőre nézve? Hát remélem sokat fogok utazni, és inspirálni fog megint külföld valamire, de ugyanezt töretlenül folytatni, hogy kreatívan, színesen, légiesen, nőjesen előre.